A magyar női kézilabda válogatott a csoport mérkőzéseit a vadonatúj győri Audi arénában játsza majd. Az együttes csütörtökön még egy előkészületi meccsen a franciák ellen lép ugyanitt pályára. Ez a két hét tényleg csak a gyakorlásé volt. Az a fontos, hogy mit tudunk 100%-osan megcsinálni. Semmi újat nem gyakoroltunk. Azt szeretnénk, hogy az a taktikai rész, az a maga, ami eddig megvolt, az tényleg annyira pontosan és technikai hiba nélkül működjön, hogy abból ne legyen probléma. A védekezésünket kell még egy minimálisan jobban csiszolni. Németh András szövetségi kapitány egy nagyon egységes csapatot ígér az EB-re. Mivel sem magasságban és sem erőben nem tudjuk fölvenni a világgal a versenyt, ezért nyilvánvalóan mi a gyorsaság felé fordulunk el. Szeretnénk sokat futni, szeretnénk nagyon mozgatni az ellenfeleinket, és ettől reméljük a sikert. A magyar-horvát közös rendezésű EB-re egyébként már minden összeállt. A győri, debreceni és budapesti helyszíneken a szervezőbizottság az utolsó simításokat végzi, mondta a kézilabda szövetség elnöke, aki az első hatba várja a magyar válogatottat. Vetés Iván hozzátette, ha ez sikerül elérni, a lányok prémiumot is kapnak. Az európai bajnoki győzelemért, ami olimpiai helyet, olimpiai részvételt is jelent, 50 millió forint csapatprémiumban részesíti a válogatottat. A második helyért 30, a harmadik helyért 25, a negyedik helyért 20 millió, az ötödik helyért 15, míg a hatodik helyezés 8 millió forintot ér. Az Európa-bajnokságon a magyarok vasárnap az oroszok ellen kezdenek, majd kedden a lengyelekkel, jövő csütörtökön pedig a spanyolokkal találkoznak a győri sportcsarnokban.